Évtizedes hagyományokra építve jótékonysági kezdeményezés indult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportjának szervezésében több önkéntes részvételével. Két éve támogatjuk a Máltai Szeretetszolgálatot, az idejében 1000 kiló liszttel tudtuk támogatni a szervezetet, ezen kívül több szervezet is támogatunk a Tolna megyében, összesen 7 tonna liszt jött össze az idei évben, annak ellenére, hogy gyenge volt a termés, ennek ellenére a gazdák oda kitettek magukért, és most már ide 14 éve megy az adományozás az Agrárkamarába, és nem csak Tolna megyében, hanem az egész országban, az egész Kárpát-medencébe. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rászorulókat támogassuk ilyen formában, és hogyha ezzel tudjuk támogatni, akkor ezt tesszük meg. Az idei év különös év volt, mert hogy a termések átlaga elmaradt az azt megelőző évektől, de ennek ellenére a gazdálkodók, amit tudtak, megtettek annak érdekében, hogy akiknek lehet és akiknek tudunk, azokat támogassuk. Ezek között szerepel a Máltai Szeretetszolgálat is. A magyarok közel 70%-a évente legalább egyszer adományoz a rászorulóknak, többségüket pedig az motiválja ebben, hogy adni öröm, vagyis az önzetlenségben érzelmeik vezérlik őket. Idén az ajándékosztást egy közös áldás előzte meg ennek jegyében. Nagyon sok adomány érkezett hozzánk, és ebbe sok segítséget kaptunk szervezetektől, illetve a helyi lakosságtól is. Iskolákon keresztül is érkezett hozzánk, tehát az iskolák is gyűjtötték a gyerekruházatot, paplanokat, párnákat, élelmiszereket, szaloncukrot, de ezt a nagy mennyiséget mind fel is kellett dolgoznunk, tehát ez egy hatalmas feladat volt. Most úgy készülünk, hogy szekszárdi lakosság körébe körülbelül 250 családnak fogunk osztani, és ez mellett a vidék felé meg 170 családot terveztünk be, ennyit bírunk el, tehát ennyi a kapacitásunk. Ehhez 18 aktív tagunk tevékenykedik, és hát azért nagyon sok segítő ember van így a városban, aki még besegít nekünk kisebb-nagyobb feladatokkal. Egy igen jelentős támogatónk volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ez mellett az önkormányzattól is kaptunk adományt, és a C&A áruházról se szeretnék elfeledkezni, ahonnan szintén nagy értékben is, vagy 300 új ruhát kaptunk, ami szintén most gazdagítja a kínálatot.